Az Aston Villa ifjúsági csapatában szereplő Stieber András mesélte az angliai körülményekről kameránk előtt. Teljesen más, mint otthon Magyarországon. Pályák, a körülmények, a szerek, minden teljesen megvan, hogy jó körülmények között tudjunk játszani. Otthon nem nagyon lehetett erről információt hallani, hogyan kerültél ide ki az Aston Villához? Voltam próbajátékonként többször is, aztán végig is a próbajátékokon jól ment a játék, aztán végig is megfeleltem a klubnál. Milyen szerződésed van itt? És kaptam egy 3 éves szerződést, ami 2 éves amatőr szerződés, a 3. év az már profi szerződés, de azt még végig is ugye nem tudtam aláírni, mert még nem töltöttem be a bizonyos korhatárt. Ilyen fiatalon kikerülni távol a családtól az meglehetősen nehéz. Neked a hétköznapjaid azok hogyan telnek, hol laksz, kivel és milyen körülmények között? A családnál lakunk bátyám az Olival, aztán végül is onnan járunk edzésekre, van 2 edzés egy napon, utána pedig szabad program van. Én pedig végig tanulok még angolul, ami kedden esténként szokott lenni, és végig is ennyi. A posztodon milyen a konkurencia, és a bajnokságban milyen célok vannak? Szerintem az, hogy mint ahogy, hogy megnyerni az ifjú bajnokságot, és én pedig baloldali középpályásként játszok, közben játszottam már irányító középpályást is.